Dean, nem látod a füzetem? Táskád elejében van. Á, igen, megvan. Oké, mentem suliba. Heavy, reggeli. Mire vannak a kezeid? Nyomvott kis Tarzan. Jó reggelt, Victoria. Ja, jó reggelt, Budjantott tojás párgával és tört borsó. Nincs bacon? Tegnap volt bacon. A túl sok bacon növeli a koleszterint és rontja a szív és az érrendszer működését. Károsíthatja a memóriát, a koordinációs képességet. Jól van, oké. Koordináció, memória. Mondd csak, Glam. A mi kis szőke hercegünk miért nem megy a kis öcsikéjével tanulni? Az osztály a tanulmányi kirándulásra megy 9-kor a laborba az első 2 óra helyett. Majd vissza az iskolába, aztán, ha jól tudom, történelmed lesz, ugye? Igen, így igaz. Már is cserben hagy a memóriád, anya. Talán lekínálnod a békönnel. Talán inkább adod a telefonot, hadd lássam, mit bámulsz. Viki, Dee elég érett ahhoz, hogy legyenek titkai. Érted, mire gondolok, ugye? Igen. Hát persze. Ha nem akarsz enni, akkor húzz a pokolba! Nos, már éppen menni akartam. Hallottad ezt? Mekkora paraszt? Kérem, ne tologjatok! Tovább, gyerünk! Ne nyissátok ki a táskátokat, ne vegyetek elő semmit! Az én nevem Dr. Perk. Én leszek a vezető a mai túrán, az egyedülálló orvosbiológiai kutatóintézetünk központjában. Itt is van. 4 blokkra van osztva. Mi most az elsőben vagyunk, ahogy láthatjátok. Semmi baj, ez itt teljesen normális. Vessetek egy pillantást a laboratóriumi patkányokra a bal oldalon. Nagy mennyiségben kezelik őket különféle vegyületekkel, hogy megváltoztassák a génjeiket. Természetesen ez nem ad nekik szupererőt vagy hatalmas intelligenciát. Ez csak a filmekben történik. A valóságban csak kisebb változások lesznek a növekedésükben és a szaporodásukban. Szükségtelen mondanom, minden genetikai gyógyszerünk magasan minősített, ezért a patkányoknak mindenáron a laborban kell maradniuk és soha nem mehetnek el. Lehet egy kérdésem? Mi történik, ha egy patkány így mutálódik, és szuperokossá válik, és rájön, hogyan juthat ki a ketrecből? Akkor mi lesz? Ez lehetetlen! Hogy kinyithasd a ketrecet, először ezt kell csinálnod. Kinyitni az oxigén tömlőt, majd beírnod a kódot. Mi is volt? 4, 5, 8, 6... Aztán igen, 3 és 9... Aztán ki kell húznod a cölöpöt, és letekerni. Ahogy ti is láthatjátok, egy patkány sem ilyen okos és intelligens. Ha pedig mégis, a legjobb tanuló lehetne az iskolátokban. Ó! Ó! Riadó! Vörös kód! Kapd el! Fogd meg! Megvan! Igen! Akkor fogd szorosan! Uram Isten! Mégis mit csinál a gyerekek előtt? Ez teljesen normális. Ez csak egy apró demonstráció. Milyen demonstráció? Lecsapta egy baltával! Biztonsági demonstráció. Természetesen. Egy patkány sem hagyhatja el ezt a labort. Nos, legalábbis segítség nélkül. Úgy értem, ha csak egy tanuló keresztül nem viszi mind a 4 blokkon és kiviszi a főbejáraton, ez nevetséges. Meg se próbáld. Na, hé, gyere ki onnan. Fiatal ember, mit mondtam a túra elején? Azt mondta, ne vigyünk ki semmit, de van nálam egy... Azt mondtam, ne nyissátok ki a táskátokat! Itt szigorú szabályok vannak. Kérjük, próbáljátok meg betartani őket az intézményünkben. Ez nem egy körömszalon.
Rendben. De mielőtt még hozzányúl még egyszer a táskámhoz, csináltassa meg a körmeit. Úgy van! Minden jót, gyerekek! Ne felejtsétek el értékelni a túránkat az appotokban! Hülye értékelések. Doktor! Az egyik patkány elszakadt. Megint! Riadó! Vörös kód! Azonnal zárják le a kapukat! Hülye patkányok! Jó nagy galibát okoztál. Most mit csináljak veled? Ez az egyik patkány a laborból? Nem, ez csak egy szuvenír. Egy játék. Mi ez a tiéd? Ja, Istenem, hol szerezted? Ez olyan kár! Megfoghatom? Úgy sikerül, meg kell elcsimogathatom. Miért nem tartod meg te? Osztály, vigyázz, büdös kölkök! Üljetek le! A mai témánk 1453. Ki tudná megmondani, milyen esemény történt ebben az évben? Nos, látom a felemelt kezeket. Rendben, kis tökevők. Adok egy tippet. Egy nagy birodalom bukott el ebben az évben, amely olyan nagy értelmiségieknek adott otthont, mint Anna Komnena. Úgy hangzik, mint a Koninak. Ez a császári hercegnő inkább a filozófiának és a történelemnek szentelte az életét, mint a szép fiúk bámulását. Diana? Diana! Meg tudod mondani, hogy melyik birodalom bukott el 1453-ban? Vasudvar. Vasudvar. Mi a franc az a húsudvar? Ne játsz mindig a Minecraftot és beszélj hülyeségeket! Jézusom! Ti, állítsd helyre a visszafejlődő degenerációt hírnevét! A bizánci birodalom. Persze! Talán azzal is feldobhatnád a napomat, ha elmondanád, miről volt ismert Anna! Ha nem tévedek, ő volt az egyik első női történész. Ha jól tudom, ő írta az... Alexiádot. Pontosan, bár helyesebben azt mondanám, hogy befejezte. Folytatta férje Nike borosz munkáját. Egyébként nem igazán tetszett. Történelmi műveket nem így kellene írni. Mia? A francba szántszor kapd el azt a vizét! Te kis szemét! Ti a táskádba ugrott! El kell égetnünk! Valójában az az ő patkánya. Ellopta a laborból, és egész nap mutogatta. Az egész osztály látta. apa? Nem most, Heavy. Ó, Di! Hát tudod, behívtak az iskolába. Milyen alkalomból? Nos, a történelem tanárunkban megőrült és tényeket látott. Oké. Igen, igen, jöjjön be! Jó napot! Úgy hallottam, elégedetlen a fiam megjelenésével és viselkedésével. Nem. Elégedett vagyok Dee hozzáállásával és tudásával. Éppenséggel ő egy nyugodt és okos fiatalember. Szóval akkor miért hívott? A patkány. Patkány? Behozta a patkányt az iskolába, ötletem sincs mi okból. Dee mondta, hogy lehetnek képzelgései. Kiváló gyógyszereket tudok ajánlani ezekre. Már képzelte volna, de a saját szemeimmel láttam. Egy fekete patkány hosszabb volt a farka, mint a teste. A mi vidékünkön nem őshonos. Ahogy körülírja, ez egy Rattus rattus. A szürke patkányok szaporodtak el helyettük. A rattusról nem hallottam, de eléggé szarus. A cipőmre piszkított. Amit a legjobban értékelek az iskolába, az a rend és a fegyelem. És Dee megzavarja ezt.
Az iskola nem a házi állatok helye, és az arc kifejezéséből ítélve meg kellene vizsgáltatni az otthonodat a kártevők miatt. Ez minden nem tartom fel tovább. Ez meg mi a fene? Ó, csak elővigyázatosságból. Sosem tudhatja, mikor lesz rá szüksége. Viszontlátásra. Bon voyage! Gyere be! Hello, Dee! Mit csinálsz? Csak rendezgetem a könyveimet. És mi volt a tanárral? Minden remekül ment. Jó kis... beszélgetés volt. Nem említette a patkányt. Patkány? Ó, igen, említette. Miért kérded? Egész órán keresztül kergette a patkányt. Vicces volt. Nos, ha őszinte akarok lenni, teljesen épelmélyűnek tűnt. Mi van ebben? Apa, nem vagyok elég érett, hogy legyenek saját titkaim. Érted, mire gondolok? Igen, persze. Emlékszel a ház főszabályára? Nincs háziállat a lakásban. Még hal sem? Hal sem. Apa, mit csinálsz? Semmit, csak egy kis ellenőrzés. Kis haver, nem tudlak örökre rejteni. El kell menned. Ez az utolsó esélyed. Kis mázista. Remélem nem vagy túl büdös. Mi ketten írtunk meg.